Háborús mindennapok Izraelben, rakéta támadások közepette élnek a zsidó állam lakosai, ilyen esetekben pedig különleges biztonsági előírások vannak érvényben. Óvóhelyek, kijárási korlátozások és katonák mindenhol. Bár az izraeli lakosság évtizedek óta hozzászokhatott a folyamatos feszültséghez, ez mégis a szokásostól eltérő helyzet, hiszen hadi állapot van. Na, ilyenkor pedig rendkívül szigorú előírások lépnek életbe. Robert C. Kestel izraeli biztonságpolitikai szakértővel beszélgetek arról, hogy milyen az élet a háború árnyékában. Tartsatok velünk! Irán ballisztikus rakétákat, cirkáló rakétákat és drónokat is bevetett az izraeli célpontok elleni támadásban április 13-án éjszaka. A lakosságnak az óvóhelyekre kellett vonulniuk. A legtöbb épületben van ilyen helység. Egy youtuber bemutatta a támadás éjszakáján, hogy hogyan is néz ki egy ilyen. Lássuk. All the new builds in Israel have a mamad in their house, meaning a protective shelter. We have a bomb shelter on the bottom floor. So in case that happens, what I'll do is I'll just run down to the bomb shelter. We know that in my city, if a rocket is sent from Gaza towards us and there's a siren, I have a minute and 30 seconds to get to a bomb shelter. Oriel visszaidézte azokat a perceket is, amikor az október 7-i Hamas támadás idején országszerte mindenhol megszólaltak a szirének. So the moment this happens, people that have a bomb shelter, they go to their bomb shelter. There's been rumors of kidnappings. So I can still hear the people praying in their houses, like they have their songs of prayer. Okay, now it's all around me. I'm going in. Robert, te hol tartózkodtál, amikor bekövetkeztek a rakétatámadások, és egyáltalán milyen most az élet a háború árnyékában? Mikor először értesültünk arról, hogy kilőttek már az irániak bizonyos számú drónt, és ki fognak lőni további eszközöket, cirkáló robotrepülőgépeket, meg ballisztikus rakétákat, éppen otthon voltam. Tehát szabadságon voltam a hadseregből, tartalékos szolgálaton vagyok már idestova 102 napja, ez a 102. nap, hogy egész pontos legyek, és épp otthon voltam egy eltávon, és tudtuk körülbelül hány órán belül fognak megérkezni ezek a drónok, meg a rakéták, meg minden, és ennyi, és gyakorlatilag nem történt semmi. Kinyitottuk a bunkerszobát a lakásban, meggyőződtünk róla, hogy gyerekek rendben vannak, és akkor a rakétákra várva levittem a kutyát sétálni, hogy lássuk a kutyával a rakétákat. Jó, te azért egy kicsit másképp állsz hozzá a dolgokhoz, mégiscsak tartalékosként szolgálsz, na de feltételezem, hogy az emberek többsége, akik félelemben élik a mindennapjukat, ők azért egészen másképp tekintenek egy ilyen helyzethez. Aki itt él, az hozzászokott ahhoz, hogy ezek a periódikus problémák úgy Libanonnal, mint Gázával, a 90-es években Irakkal kapcsolatban, tehát ezek nem új helyzetek, és az emberek pontosan tudják, hogy mit kell csinálniuk. Azon kívül itt van ez a vaskupola rendszer, ami egész jól megvédte az országnak a belső területeit. Volt néhány ilyen túlterheléses támadás. Ezen kívül, tehát az élet nagyjából, lehet, hogy most ki fogok itt ábrándítani sokakat, de az élet nagyjából olyan, mint bármikor. Tehát, hogyha valaki most eljönne Budapestről Tel Avivba vagy Jeruzsálembe, akkor talán azt látná, hogy kevesebb turista van, és egy kicsivel több fegyvert hordanak az emberek. De ezen kívül az ország közepén, nem a határok mellett gyakorlatilag semmi nem érződik a háborúból. Mielőtt folytatjuk a beszélgetést, egy kérdés hozzátok. Láttátok már a kommunizmus celebjeiről készített videómat? Még nem. Biztosan nem kaptatok értesítést, mert még nem vagytok feliratkozva a Patriótára. Már több mint 130 ezeren vagyunk a csatornán, de sokan még mindig feliratkozás nélkül nézik a videókat. Szóval hiába tetszik, amit csinálok, vagy csinálunk, jelzés nélkül nem fogtok értesülni az újdonságokról. És persze a Patriótán sok más érdekes tartalmat is megtaláltok. Szóval kattint a videó alatt a feliratkozás gombra, és akkor most folytassuk Roberttel. Mit kell tenni, hogyha egy légvédelmi riadó lép életbe? Kérlek, egy kicsit beszélj erről, hogy hogyan történik egy ilyen folyamat, mi a protokoll? Ilyenkor az elv az, hogy mindig a legjobban, leginkább védett helyre megyünk be. Tehát ha van a lakásunkban egy ilyen bunkerszoba, akkor bemegyünk oda, becsukjuk az ajtót, leülünk, lehetőleg leülünk a földre az ablak vonala alá, ott is van egy ablak, egy ilyen
páncélozott lemezzel, ami letakar, és az ablakvonala alá leülünk, akkor nagyjából biztonságban vagyunk. Ha nincs ilyen bunkerszobánk, és van egy közös óvóhely az épületben, akkor lemegyünk a közös óvóhelyre, ott is ugyanaz a mese, ha óvóhely sincs, akkor pedig a lépcsőházba, vagy egy olyan szobába, aminek minél kevesebb nyílása van, és ez nem a fürdőszoba. Tehát a fürdőszoba ilyen szempontból nem jó ötlet, mert azok a csempék úgy működnek, mint hogy üveggel lenne bevonva a fal, és az üvegszilánkok pedig szecskában vághatnak minket. Tehát a fürdőszoba és a többi ilyen helyiség nem jó. Ha pedig kint vagyunk a nyílt területen, akkor egyszerűen le kell feküdni a földre. Tehát amikor történik egy ilyen robbanás, akkor általában ilyen szökőkútszerűen spriccelnek a repeszek, és hogyha a földön fekszünk, akkor meglehetősen biztonságban vagyunk. Autóval utazunk, akkor meg kell állni biztonságosan az út szélén, és szintén lefeküdni a földre egy olyan helyen, ahol biztonságban vagyunk, és az elv az, hogy a légiriadó után kell várni 10 percet. Mert az áldás tovább potyoghat az égből, tehát különböző darabok a rakétáknak, az elfogó rakétáknak a darabjai még leeshetnek, és akkor akit egy ilyen eltalál, az 8 napon túl gyógyul. Tehát be kell tartani ezeket az előírásokat, és akkor komolyabb baj nem történik. Hogyan lehet hozzászokni, Robert, a támadásoknak a gondolatához? Egyáltalán hozzá lehet-e, mert egészen fiatalon elkezdik a fiatalokat trenírozni arra, hogy a folyamatos vallási feszültség miatt akkor veszélyben lehet gyakorlatilag az életük? Gyakorlatilag itt mindenki erre szocializálódik. Tehát tisztában kell lenni avval, hogy az, hogy békében, biztonságban élünk, ez egy nyugati privilégium. Ez a világnak igen sok helyén nem létezik. Tehát azok, akik ebben nőnek föl, azok hálát kell adniuk az Úrnak, meg vagy a sorsnak, vagy amiben hisznek, hogy ilyen körülmények között élnek. De azokon a helyeken, ahol nem így nőnek föl a gyerekek, egyszerűen erre szocializálódnak, és ez tűnik számukra a normalitásnak. És ezért mondom azt, hogy itt senki nem éli le félelemben az életét. Más a helyzet a határok mentén, mint Izrael belső területein? Igen, abszolút, teljesen más a helyzet. Tehát tisztában kell lenni avval, hogy úgy a gázai határ mellett, mint a libanoni határ mellett településeknek a tucatjait evakuálták, és azok a településekről gyakorlatilag szállodákban kapnak, és képzeljük el, hogy egy szállodai szobában lakunk két-három gyerek, egy napon át, pedig borzalmas dolog. A települések üresek, az oda vezető utakat a hadsereg vagy a rendőrség lezárják, tehát vannak ilyen torlaszok, ahol lezárják az oda vezető utakat, hogy ne szélyeztessük magunkat, hogyha ezeknek a településeknek a közelébe kerülünk. És így élnek a határvidékek, és körülbelül 300 ezer izraeli vált belső menekülték. Hogyan kapnak értesítést az állampolgárok, hogyha baj van? Tehát mondjuk SMS-ben, nem tudom, televízión keresztül, vagy van valami applikáció, amit le kell tölteni? A válasz erre az, hogy is. Van egy applikáció, amelyik gyakorlatilag a légvédelmi szirénának a megfelelője. Mindenki ott viszi a zsebébe a légvédelmi szirénát, és az ország egész területe ilyen sejtekre van fölosztva, és csak ott van, ott szólal meg a légvédelmi sziréna, ahol ez feltétlenül szükséges. Tehát az elv az, hogy a lehetővé kell tenni az élet normális menetét az ország területének a legnagyobb része. Csak ott, ahol érintve vannak, ott szólalnak meg a szirénák, és ez megszólal az embernek a zsebébe is, ez az applikáció tulajdonképpen, és ott tanácsokat is lehet találni. Azon kívül ott van a sajtó, a média állandóan, az emberek állandóan figyelik, hallgatják a híreket, és vannak ezek a közösségi médiának a csatornái, a Telegram, meg a WhatsApp csatornák, ahol az emberek kapják ezeket az értesítéseket. Egyébként, ha már a médiát említed, akkor a média milyen hangnemben, és egyébként milyen mennyiségben számol be a történésekről? Attól függ, természetesen abból élnek, hogy lavort kell tenni a tévé alá, hogy minél több vér folyik ki belőle, annál nagyobb a médiának a nézettsége, és a hagyományos médiának a versenye az új médiával egy borzalmasan degenerálta a hagyományos médiát is. Tehát látjuk azt, hogy ugyanazokat a képeket reciklálják, és minél borzalmasabbak a képek, annál jobbak, mert annál inkább nézik őket, annál inkább odaszegezi a nézőt a képernyőhöz. És nekem számomra például egy irányelv, hogy én semmi olyan hírt nem fogyasztok, ami kép alapú. Nem nézek híreket, nem nézek képeket, nem nézek semmit. Tehát engem a tények érdekelnek, amit szövegen keresztül kapok meg, és azok a képanyagok, amik az érzelmekre próbálnak appellálni, azokat igyekszem kiszűrni a repertoáromból, mondjuk úgy. Nyilvánvalóan egy ilyen borzalmas támadás, mint a tavaly október 7-it, azt nem lehet feldolgozni, maximum enyhíteni lehet szerintem ezt a szörnyű érzést, amit ez okoz, és tegnap pörgettem a TikTokot, és
szembe jött velem egy olyan videó, hogy gyakorlatilag Izrael most teljesen kiürült, nincsenek turisták, és alig vannak az utcákon. Te mit tapasztalsz? Visszatérte már az élet a normális kerékvágásba? Az, hogy a turizmus borzalmasan visszaesett, az tény. Az, hogy nincs senki az utcákon, ez hülyeség, bocsánat a kifejezésért. Tehát nem tudom, hogy ki csinálja ezeket a videókat, de nyilvánvaló, hogy van itt egy erős Hamas propaganda is ezekben a videókban. Tehát van itt egy nagyon masszív, ugye Hamas részéről, mint az őket támogató Irán részéről, Katar részéről, van egy nagyon erős progresszív propaganda gépezet is, amelyik alájátszik ez alá, ők adják a kísérő zenét ezekhez a dolgokhoz. És én azt javasolom mindenkinek, hogy mikor ezeket a videókat nézi, akkor kapcsolja be a józan ítélőképességét, és higgyel a két személynek. Mennyire veszélyes most Tel Aviv és Jeruzsálem? Tel Aviv általában sokkal-sokkal biztonságosabb, mint Jeruzsálem, és Tel Aviv sokkal biztonságosabb, mint a nyugati városoknak a nagy része. Ezt honnan tudom? Ez a szakmám, ez a mindennapi munkám többek között, és Tel Aviv sokkal-sokkal biztonságosabb, mint a legtöbb európai nagyváros. Ami Jeruzsálemet illeti, Jeruzsálemnek a nyugati negyedei nagyon biztonságosak. Kelet-Jeruzsálemnek vannak részei, ahol kell tudni, hogy az ember hova megy, és vannak helyek, ahova kell tudni, hogy az ember oda nem megy, mondjuk úgy. Javaslod-e, hogy valaki a mostani helyzetben Izraelbe utazzon? És akkor az is a kérdésem, hogy ha valaki most Izraelbe megy, akkor mire számítson, mi várja majd őt ott? Először is teljességgel javasolom, tehát hogyha most kitört volna egy háború Libanonnal, akkor ezt nem javasolnám. Hogyha a háború Iránnal fokozódott volna, ezek a tűzcsapás váltások, akkor nem javasolnám ezt a dolgot. De a jelenlegi helyzetben nincs semmi akadály, hogy valaki Izraelbe jöjjön, és én azt hiszem, hogy az átlag turista, hogy igazából azon kívül, hogy nem lát más turistákat, szerintem olyan nagy különbséget nem fog észlelni a dolgok menetében, ha csak nem megy az ország szélére. Én sokszor vittem magammal különböző magyarországi személyiségeket, akik ide jöttek Izraelbe, elvittem őket, hogy megmutassam nekik a gázai határvidéket, vagy a libanoni határt, vagy ezeket a helyeket, de ha nem megyünk ezekre az extrém helyekre, akkor gyakorlatilag nem érzékelünk semmit abból, ami most van. Elképesztő, hogy te mennyire félelemmentesen tudsz beszélni a mindennapokról, ami nekünk innen nézve elég borzalmasnak és veszélyesnek tűnik. Azt is olvastam, hogy a legtöbb ember most fegyvert hord magánál, mert hogy így nagyobb a biztonságérzetük. Ezt meg tudod erősíteni? Engem még az édesanyám sem látott fegyver nélkül, úgyhogy ilyen szempontból nem jó embert kérdezel. Hát inkább azt mondanám, hogy ha eddig így maroklőfegyverrel jártunk, akkor most igyekszünk ilyen rohampuskát hordani magunknál, akinél van, mert soha nem tudhatjuk, hogy mikor történik egy ilyen betörés. Tehát nem úgy kell elképzelni a dolgot, hogy megint 1500 vagy 2000 terrorista támadja meg Izraelt. De van egy déli város, ahova mindössze két terepjáró tört be, talán 10 terroristával. Ezek meggyilkoltak 80 embert körülbelül, főleg nyugdíjasokat. Hát eleve egy olyan negyedet támadtak meg, ahol tudták, hogy nyugdíjasok laknak ilyen kis házakban, el vannak szigetelve, nem ilyen toronyépületeket, ahol fiatalabbak laknak, akiknél általában van fegyver vagy ilyesmi. Tehát eleve a legsebezhetőbb lakosságot támadták meg, és megöltek 80 embert is. Kicsiben ez az október 7-i támadás kicsiben megtörténhet bármikor, és a Hamas meg a más palesztin szervezetek is megígérték, hogy ez csak a kezdet volt, és még sok ilyen lesz. Ennél a sok ilyen hasonlónál mi is ott leszünk, és ezért az emberek jobban odafigyelnek, és inkább hordanak fegyvert, még azok is, akik eddig nem hordtak, mondjuk. Nagyon kegyetlen. Beszéljünk egy kicsit a túszokról, mert hogy a napokban videó látott napvilágot. Milyen most az ő helyzetük, mit tudunk a túszokról, és egyáltalán az ő sorsuk mennyire határozza meg az izraeli kormánynak a lépéseit? Talán fordítva kezdeném, és el kell mondani azt, hogy a túszoknak a helyzetem egy óriási balaszt, egy óriási teher, mondjuk ugye a jelenlegi döntéshozatalon, mert gyakorlatilag egy tökéletes csapdát állított fel a Hamas Izraelnek avval, hogy ezek a tuszok a kezükben vannak. Mert a kormány épp úgy felelősséggel tartozik ezekért a tuszokért, mint Izrael többi lakosáért. Most óva intek mindenkit attól, hogy ilyen a szélsőséges álláspontokat tegye magáévá. Tehát a tuszoknak nincs vétójoga, bármennyire nehéz lesz is egyeseknek ezt hallani Magyarországon, a tuszoknak nincs vétójoga Izrael politikája fölött. Épp úgy, mint ahogy a többieknek sincs vétójoga Izrael politikája fölött. Tehát egyrészt nem szabad elfelejteni, hogy vannak tuszok, ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy vannak érdekek a tuszokon kívül. Tehát a kormánynak ilyen szempontból nagyon nehéz a feladata, mert a mérleg serpenyőjére kell helyezzék mind a két érdeket. Tudsz bármilyen számot mondani, hogy még hányan lehetnek fogságban?
háború, a támadás kezdete óta a tuszok felét sikerült egy tusz, egy csereegyezménnyel kiszabadítani, és az egyetlen dolog, ami ezt lehetővé tette, az a masszív izraeli katonai nyomás. Tehát avval, hogy az amerikai kormány megpróbálja, meg a nemzetközi közvélemény megpróbálja megakadályozni azt, hogy Izrael katonai nyomást gyakoroljon a Hamászra, gyakorlatilag halálra ítélik a tuszokat. Egyébként mit gondolnak az emberek a gázai harcokról és a palesztin áldozatokról? Én úgy gondolom, hogy van egy faltól falig egyetértés avval kapcsolatban, hogy ezt a fenyegetést el kell távolítani a határainkról. Tehát teljesen mindegy, hogy mi fog történni. A háború végén egy olyan biztonsági architektúrát kell kialakítani, hogy még egyszer ne történhessen meg. És mielőtt a másik félnek a humanitárius problémáiról beszélünk, először szeretnénk megoldani a mi humanitárius problémáinkat, a mi tusszainkat szeretnénk itthon találni, és a mi menekültjeinket szeretnénk hazatérni, és mikor ez megtörténik, akkor nagy empátiát fogunk tanúsítani a másik fél iránt is. Robert, mit tapasztalsz, milyen most a viszony az Izraelben élő palesztinok és a zsidók között? Nagyon érdekes dolog, nem annyira palesztinoknak nevezném őket, mint inkább izraeli araboknak. És el kell mondani azt, hogy ennek a támadásnak igen sok izraeli arab áldozata volt, főleg beduinok. Tehát az a természetbúli, ami rajta ütöttek ezek a terroristák, azt beduinok látták, beduinok szervezték, beduinok látták el ezeket a szolgáltatásokat, ők látták ezeket a szolgáltatásokat, és kivétel nélkül megölték őket. El is raboltak beduinokat Gázába, és egyáltalán nem részesültek kivételezett elbánásban csak azért, mert ők muszlimok. Nagyon sok mentős volt, muszlim, beduin mentős volt, akiket meggyilkoltak a terroristák. És kialakult egyfajta ilyen vendetta, egy ilyen vérbosszú is a déli beduin, Izrael déli beduinjai és a gázai terroristák között. Tehát itt az államokon kívül itt vannak törzsek is. Vannak beduin törzsek is, és kialakult egy ilyen vérbosszú konstelláció az ottani beduinok, vagy az ottani lakosok és az itteni beduin családok között, akiknek a tagjait elrabolták, meggyilkolták, megerőszakolták, stb. Tehát ez egy kollektív izraeli tragédia, ez nem csak egy zsidó tragédia Izraelben. Robert, nagyon szépen köszönöm, vigyázz magadra, ha minden igaz, akkor hamarosan Budapestre érkezel, és remélem, hogy eljössz és személyesen is fogadhatlak itt a Patrióta stúdiójában. Nagyon szépen köszönöm, Steffi, és nagy szeretettel köszöntöm a nézőinket, és további kellemes hetet kívánok minden patriótának. Robert C. Kastel tehát hamarosan Magyarországra érkezik, és remélem, hogy majd nekem is ad személyesen interjút. Várjuk ide a Patrióta stúdiójába. Addig is nézzetek minket, és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!